Ma délután érkezett ez a fiatal szarvas borjú hozzánk, a jobb hátulsó lábnak a nyílt törésével. A csont végeken, ahogy szabadon voltak és szennyeződtek, hogy egy kicsit agályos a csontegyesítés, viszont hogyha az állat életét próbáljuk megmenteni, akkor tulajdonképpen ez az egyetlen egy alkalmazható eljárás. Belül a csontot egyesítettük egy úgynevezett könnyített DCP lemezzel, egy 10 lyukassal és 9 csontcsavarral. A hátul okozott csont által okozott bőrsérülést azt többé-kevésbé tudtuk zárni, viszont ott már annyira feszült a látszövet, hogy inkább egy picit szabadon hagytuk. Ez talán annyiból is jó, hogy ott valamennyire a termelődő savós váladék, illetve hogyha még esetleg egy kis gyulladásos folyadék termelődik, az ott tud távozni. Tulajdonképpen innentől már csak annyi, hogy az állatnál egy jó alapos mozgáskorlátozásra lenne szükség, illetve hát a sebellátásra, illetve mivel a csont végszabadon volt, azért a következő egy hétben mindenképp injekciós antibiotikumkúrára lenne majd szüksége. Mennyire lehet őket így hajlatni? Lehet azért? Mert szokosni? Én nagyon-nagyon szűk helyre fogom betenni, és akkor úgy, hogy tudja, mindent megteszelnek az érdekében, hozzá a nagyon sokat nem adodja, mint a magad, hát lehet mondani. Mert akkor ezt a sárfonalat kell, tehát adunk kellőcsel. Igen. Meg ezt jól vastagon bekenni.